Böjtnek hagyománya az egyházban gyakorlatilag a kezdetektől fogva. De onnantól kezdve, hogy húsvétot ünnepelték, onnantól kezdve jelen van. Nagyon változékony volt, hogy hány napig, milyen módon. Ugye mostanra már kialakult ez a 40 napos böjt, a nagy böjt. És ugye nyilván a 40-es szám egy fontos szám a Szentírásban. Akár ószövetségi példákat nézhetünk, 40 évig vándorolt Izrael népe a pusztában, Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fönn a hegyen, míg megkapta a törvényt, és Jézus is 40 napra vonul el a pusztában, mielőtt megkezdi a nyilvános működését, egyfajta ilyen fölkészülési időként. Számunkra is ez az időszak, fölkészülés a húsvétnek megünneplésére. Ha az egyház hagyományát nézzük, akkor a böjtnek a három pillére van. Ugye mi általában a böjtöt szoktuk emlegetni, de ha úgy tekintünk a nagy böjtre, mint a Szent 40 napra, akkor ez a három pillér megjelenik a hamvazószerdai evangéliumban. Ez a böjt, az imádság és az alamizsna, a másoknak juttatott adomány. És tulajdonképpen, hogyha logikusan nézzük a történetet, akkor azt láthatjuk, hogy nyilván, ha kevesebbet eszem, ha valamiben visszafogom magam, akkor akár van több időm az imádságra, és akár van több anyagi lehetőségem a másik embernek a támogatására. Ugye alapvetően, ha böjtre gondolunk, akkor sokan arra gondolnak, hogy igen, a katolikus egyházban péntekenként nem szabad húst enni, és akkor ki van pipálva a böjt, meg van két szigorú böjti nap, hamvazószerda és nagypéntek. Ugye azért nyilván alapvetően az ember megéli azt, hogy van ennek egy lemondás része. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy mit eszek, vagy mit nem eszek, hanem az, hogy mi az, amitől szabaddá kellene válnom, ahhoz, hogy még inkább az Isten tudjam szolgálni, és még inkább az embertársaimra tudjak figyelni. A lelkünk hogy tud ilyenkor fejlődni, és miért szükséges egyáltalán, hogy fejlődjön? Azt hiszem, sokunknak a tapasztalata az, akik böjtöt vállalunk, vagy valamiféle lemondást, hogy milyen gyönge az emberi természet. Sok-sok ilyen sztorit lehetne mondani, de alapvetően, ami számomra mindig egy döbbenetes, és nyilván személyes is, hogy az ember elhatároz valamit. Azt mondom, hogy na, akkor minden nap olvasok egy fejezet a Szentírásból. Tehát azt tudti, hogy következő nap 70 millió dolog lesz, ami megpróbálja megakadályozni. Ha azt mondom, hogy én például péntekenként kenyeret és vizet fogyasztok csak, és tuti, hogy ötször jut eszembe, hogy kinyitom a hűtőt, jaj, ott egy joghurt, jaj, van úgy, hogy napokig nem jut eszembe, hogy kinyissam a hűtőt, vagy bármit tegyek, de ezeken a napokon biztosan. Szóval, hogy van ennek egy ilyen önmagamat próbáló története, hogy mit bírok. És nyilván alapvetően azért a böjt nem az önkínzásról szól, hanem arról, hogy tudok-e többet adni magamból az Istennek és a másiknak. És nyilván ezért fontos az, hogy nem pusztán arról van szó, hogy nem eszek valamit, hanem arról, hogy felszabadulok valamire. Az imádságra, az Isten szolgálatára, felszabadítom az anyagi javaimat a másiknak a megsegítésére, vagy akár egyszerűen csak arra, hogy több időt szánok a másik emberre, vagy odafigyelek, vagy megkérdezem tényleg, hogy vagy, és nem csak megkérdezem, hanem meg is hallgatom. Nyilván az alap kiindulási pontunk az az Isten, és az Istennel való kapcsolatunk. Tehát ha visszatérek az előző kérdésre, hogy mi a különbség a böjt és a diéta között, az az, hogy a kiindulási pontom az Isten. Megnézem magam, mondjuk, az Isten tükrében, Jézus Krisztusban, hogy mi az, amiben növekednem kell, mi az, amiről le kellene mondanom. És ha segítségül hívom az Istennek a lelkét, hogy ő vezessen engem ezen az úton, hiszen ez egy út, egy 40 napos út, akkor tudok olyan lemondást vállalni, vagy olyan jó dolgot tenni, ami több lesz,
mint az én saját elhatározásom, vagy az én akaratomnak az erősítése. Van ez a mondás is a Bibliában, vagy ez a szakasz, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Ugye ezt hogyan tudja egy hívő ember ezt használni, akár ilyenkor a nehézségekben, hogy ne az én erőm legyen, mert valószínűleg lehet, hogy akkor nyilván elbukom, emberileg nem fog tudni menni. Ennek két oldala van ennek a dolognak. Ez egyik nyilván, amit az imént mondtam, hogy a kiindulási pontom micsoda. Hogy most én akarok valamit tenni, vagy segítségül hívom Istent, hogy segítsen. És a másik oldal pedig ott van, hogy azt hiszem, hogy a bukás ennek része. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy az a nagyszerű, amikor elhatározok valamit, és a nagyböjtön végig viszem, és akkor milyen jó. De azt gondolom, hogy ahogy Jézus is elesett a keresztúton, ahogyan ő maga is vállalta a kísértést, bár ő nem bukott el a kísértésben, de hogy az emberi természetünknek része ez a bukás. Annyi mindenben elbukunk az életben. És talán ez is egy fontos dolog, hogy fölálljunk, hogy újra kezdjünk, hogy ne maradjunk meg a bukásban, hanem legyen erőnk arra, hogy fölemelkedjünk és folytassuk. És ez a böjtnek a küzdelme vagy izgalma, hogy nem maradok meg a bukás állapotában, hanem ha valami nem sikerült, akkor fölállok és újra kezdem. Általában azt szoktam javasolni, akik kérdeznek a bőjttel kapcsolatban, hogy olyan dolgot érdemes elhatározni, ami nagyon egyszerűen követhető, ne legyen túl nagy, amit nem tudok megtenni, mert akkor nyilván hamar újra és újra elbukom és föladom, hanem valami egyszerűt, akár kicsit is, de olyat, amit számon tudok kérni magamtól. Ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy majd jobban odafigyelek az embertársaimra. Mit jelent ez? Nem tudjuk, hogy mit jelent. De azt mondom, hogy már pedig minden nap megkérdezem valakitől, hogy van, és meghallgatom. Ez egy konkrét dolog, amit lehet követni, és amit lehet számon kérni saját magamtól. Milyen megtapasztalásai vannak az atyának a böjttel kapcsolatban? Általában a nagybőjti időszakomban ez a pénteki kenyérvizes böjt, ami számomra fontos, mondhatom azt most már sajnos olyan koromban, hogy évtizedek óta, hiszen kamaszkorom óta folytatom ezt a gyakorlatot, és ebben nekem nem a evés, nem evés a kérdés. Én nagyon szeretem az ízeket, és nekem ez a kínszenvedés ebben, hogy viszonylag kevés ízzel találkozom a kenyérben és a vízben. És minden esztendőben szoktam még hozzá keresni valami lemondást, valami pluszt, ami nem feltétlenül böjt, hanem inkább egy kis odafigyelés önmagamra, a környezetemre. És amit megélek szinte minden esztendőben, ez a kísértés, hogy amint elhatározok valamit, amint konkrétan kimondom, hogy már pedig ezt szeretném, azt tuti, hogy azonnal 70 irányból valamiféle kísértés érkezik ebben, és nekem tényleg ez a fontos, hogyha el is bukom, ha nem sikerül, ha gyöngének tapasztalom magam, akkor kapaszkodjak az Isten kegyelmébe, és legyen erőm és bátorságom fölállni és újrakezdeni. Van a keleti atyák bölcsességében egy történet, egy fiatal szerzetes megkérdezi az idős szerzetest, hogy te mit csinálsz itt a kolostorban? És az idős atya azt mondja neki, hogy elesek és fölkelek, elesek és fölkelek, elesek és fölkelek. Egy idős szerzetes, aki az egész életét a kolostorban töltötte, ezt mondja. Akkor mi, akik itt a világban élünk, mit mondhatunk? Elesünk és fölkelünk. Igazából a legfontosabb dolog ez, hogy föl tudok-e állni, hogy tudok-e erőt meríteni magamból, Istenből, az imádságból, a másik emberből. Például nagyon fontos
megosztani másokkal az elhatározásainkat, mert hogy ő megkérdezi, na akkor ez hogy sikerült, na ezzel hogy vagy, és ez olyan erőt adó tud lenni, amikor valaki csak megkérdezi, vagy rákérdez, vagy együtt megbeszéljük, hogy na akkor ez hogy sikerült, vagy hogy ment. Úgyhogy biztos, hogy kapaszkodni az Istenbe, fölállni, és megosztani másokkal azt, amit elhatároztam. Letölt minket.